Borsa Ferenc a mai filmünk rendezője is, hiszen az előző alkalommal látott Küldetés című filmet is ő rendezte. Muszáj elmondanom, hogy én 1965-ben ismerkedtem meg Ferivel, és pedig oly alkalomból, hogy mint egyetemista riportot készítettem öt akkor fiatal és lendületes kezdő filmrendezővel, és ezek közül az egyik volt a 10.000 nap című filmrendezője Kósa Ferenc. És hát életem egyik nagy filmélménye, hogy Feri akkor zsebében bevitt engem egy gyári filmvetítésre, ahol a filmnek az első és akkor még cenzúrázatlan változatát láttuk, és ugye jól emlékszem, akkor még Bartók zene volt alatta, tehát nem a későbbi filmzene, hanem Bartók zene volt alatta, és hát egy csodálatos film volt, és aztán utána az a film elég sokáig üdült, amíg másfél év után kiszabadult a megfelelő szekrényekből, és végre be lehetett mutatni bizonyos változtatások árán. De hát ez egy régi történet, azóta ismerem Ferit, és követem a munkásságát. Az előző alkalommal ő elmondta azt, hogy a 70-es évek közepén bejutott Pozsgai Imréhez, aki akkor egy fontos államfunkcióban volt, ha jól emlékszem, miniszterhelyettes, és arról beszélt neki, hogy három dokumentumfilmet szeretne készíteni, az egyiket Balczó Andrásról, a másikat dr. Béres Józsefről, és a harmadikat pedig Latinovics Zoltánról. És ebből kettő megvalósult, egyik sem nagyon simán, talán ez a mai az még körülményesebben és még nagyobb nehézségekkel. Erről szeretnénk most néhány szót beszélgetni a film előtt. Az első kérdésem az lenne, hogy miért kellett ezekhez a filmekhez egy akkor szimpatizáló politikusnak a támogatása? Maguk a stúdiók féltek tőlük, vagy egyszerűen a stúdió maga nem is engedte volna? Na most így maradhat itt, és így beszélhetek oda? Most már nem kell nyúlnom semmihez. Tehát, kedves barátaim, a legutóbbi alkalommal is, amikor itt a küldetésről beszéltünk, elmondtam, hogy valamikor a 70-es évek közepére érett meg bennem az a szándék, vagy az a fölismerés, mondjuk a zen buddhizmus nyelvén szólva az a megvilágosodás, hogy emberi életre alkalmatlan körülmények között élünk. És úgy gondoltam, hogy nem feltétlenül művészetre, művészet készítésére van szükség, hanem egyenes, közvetlen beszédre, a valóságról, az életről, hogy föltárjuk, miért lehetetlenek azok a körülmények, amelyek közé születtünk. Na már most akkoriban volt cenzúra, és az volt a szokás, hogy kellett írni forgatókönyvet, az utolsó szóig le kellett írni, hogy abban mi hangzik el, kik jönnek, kik beszélnek, stb. És ezt egy politikai cenzúra, egy bizottság jóvá hagyta, vagy nem hagyta jóvá. Én azonban eljutottam a magam olyan, amilyen alkatával egy pontra, ahol azt mondtam, hogy én pedig nem kívánom előzetes cenzúra alá vetni azt, amit mondok, hanem szabadon akarom kifejezni, megmutatni azt, amit látok és érzékelek az országban. Na most ahhoz kellett Pozsgai Imre, hogy ezt megértse, és előzetesen engedjen engem forgatni a maga esze szerint. Pozsgai Imre akkor, mint miniszter vagy miniszter helyettes, ezt megtehette,
Latinovi Zoltánról nem engedte meg, hogy filmet készítsek, félt a politikai tartalmától. De elkészülhetett a Balcó film, amit be is mutattak, és engedélyt adott hallgatólagosan a Béres film elkészítésére, mert akkoriban a közéletben létezett egy Béres ügy, amit én se ismertem közelről, hanem csak azt tudtuk, hogy él valahol Szabolcs megyében, Kisvárdán egy kutatóember, egy agrárbiológiai központban, és valamilyen különös fölismerésekre jutott. És azt mondtam Imrének, hogy szeretnék én erről az emberről filmet készíteni, látni akarom, hogy mi igaz abból, ami terjed róla, és mi nem igaz. Tehát, ekkor te még nem is ismerted Béres Józsefet? Én egyszer tárgyaltam vele, de egy tudós feltalálóval, tudod, ültünk a Tiszaparton, egy napot beszélgettünk, és ő elmesélte, hogy ő mit kutat. Növények körül kutatott, egészen pontosan krumpli nemesítéssel foglalkozott, és a burgonya és a burgonya gumójác gyökerét körülvevő környezeti tényezőknek az összhangjával foglalkozott. És egy igen különös ember volt, mert minden reggel kiment 5 órakor, és letérdepelt ott az ő növényeihez, és kivette a mintákat, és azt vitte a mikroszkóphoz, és ezen töprengett, és megállapította, hogy igen, egyszerűen szólván, hogy azok az anyagok, amelyek táplálják a növényt, azok az idők folyamán megváltoztak, és áthangolják a növények belső immunrendszerét, a belső lényegét, a természetét. És hogy itt a külső tényezőknek, tehát a közvetlen környezeti tényezőknek és a növényi létezésnek igen szoros összhangja van. Ezt ő, mint növénykutató, biológus, tudós, ezt ő tényszerűen tapasztalta. Igen ám csak, hogy egyszer kezdett rájönni, hogy ez nem csak a növényekre érvényes, hanem az emberre, az emberekre is. Most ezt ő elmesélte nekem a Tiszaparton, a balsai Tiszaparton egy napon át, és azt mondta, hogy amikor rádöbbent, hogy itt az emberi élet és a környezet viszonyáról van szó, ő kérte, hogy klinikailag kipróbálhassa az ő fölismeréseit, mert készített egy készítményt, és tehát azt akarta lemérni klinikán. De ezt megtagadták. Ezután híre ment ott a környéken, hogy van itt egy tudós, akinek van valamilyen készítménye, és hogy talán menthetetlen embereken tud segíteni. De ez inkább olyan félig legenda volt, félig remény. Nagyon furcsa helyzet volt ez. És a Béres József először saját magán kísérletezett, akkor talált néhány orvost, aki szintén saját magán kísérletezett, és elkezdték adni ezt a készítményt olyan embereknek, akiket hazaadtak meghalni a kórházból. Tehát azt mondták, hogy itt van egy adag morfium, menjen haza és otthon temessék el. Ezek közül, az emberek közül volt, aki meghalt, de volt, aki életben maradt. Na most, amikor ezt hallod a Tiszaparton egy horgászó tudóstól, hát akkor elhiszed neki, mert egy rendes, normális ember volt.
de tele voltam kételyekkel, hogy hát egy pillanat, hát akkor most milyen összefüggés van a, tehát a növény és a növény környezete és a növény körüli nyomelemek és a növény biológia és a növény immunitás tudománya és az emberi természet között, hát ez akkoriban még különösen nagyon furcsán hatott. És az este folyamán, vagy hát estélig beszélgettünk, és este elparaszolta nekem, hogy mivel ő adott embereknek ebből a készítményből, és néhány emberre már nem tudott segíteni, ezért őt, hogy mondjam, tehát beperelték, és kuruzslás vágyával úgy néz ki, hogy 15 évi fegyházra büntethetik. Mert ő dr. Béres József volt, de nem orvos, hanem biológus. Tehát, és aki, tehát aki nem, akinek nincs orvosi diplomája, az nem adhatott készítményt. És a készítmény nem volt klinikailag kipróbálva. De nem is akarták kipróbálni. Tehát körülbelül így kell elképzelni azt a beszélgetést. Na most én úgy éreztem, hogy ő egy tisztességes ember. És ő arra kért engem, hogy mivel már csak hetek, hónapok vannak hátra ő neki ahhoz, hogy kuruzslás vágyával börtönbe zárják, és hiába nem ő okozta a halált, valakinek a halálát, vagy valakiknek a halálát, hanem már csak az utolsó stádiumban kapaszkodtak, letérdepeltek, rimánkodtak neki, hogy próbáljon meg segíteni, de ezt mégis a kuruzslás vágyában, ezt az ő nyakába akarták varni, és ez jogilag meg is állja a helyét, érted? Mert hogyha te adsz valakinek, hogy itt van, ezt én azt állítom, és az illető nem gyógyul meg tőle, hanem meghal, akkor sajnos ez nincs jogosítvány. Tehát egy igen bonyolult helyzet volt, és én nagyon figyeltem, ott volt ezen a beszélgetésen Ratkó Jóska barátom, a költő, ő vitt engem oda el dr. Béres Józsefhez a Tiszapartra, és valahogyan belém állt a kemény kérdés, hogy hát, ha valami jót akar ez az ember, és hogyha valami jót akar, akkor miért nem lehet ezt megvizsgálni? Miért zárkóznak el? Miért nem néznek bele a pápák a távcsőbe, hogy jelképesen nevezzem ki, vagy fejezzem ki magam? Hogy van az, hogy ki lehetne próbálni, hogy itt van egy készítmény? Toxikus-e, nem toxikus? Segít-e, nem segít? Milyen esetekben segít, milyen esetekben nem segít? Mert ez egy normális országnak a normális tudományos eljárása. Ehelyett azonban működni kezdett egy előítélet. Ez az ember egy vidéki krumpli szakértő, ne ugrabugráljon itt az orvostudományban, figyelembe se veszük, hogy ő mit ismert föl, meg mit nem, mert nincs rajta mit figyelembe venni, de nem tudták, hogy miről beszélnek. És most még annyit mondok el előzetesen, hogy nem állítom, hogy én egy hívője lettem. Nem. Én csak azt mondtam, hogy ez így nincs jól. Nem jó az országnak, és nekünk, magyaroknak, hogyha előítéletes alapon döntenek valamiről, egy tudományos kérdésről. Mert az a normális, hogyha azt megvizsgálják, és hogyha van benne valami hasznos, akkor azt hasznosítsuk. Ha nincs benne, akkor azt ki kell deríteni. Ez a világ természetes rendje. De az nem a világ természetes rendje, hogy valakinek a homlokába belecsapunk egy bélyeget, és azt mondjuk rá, hogy kuruzsló, menjen a nyavajába, börtönbe zárjuk, hagyjon minket békét.
ez nem becsületes megoldás. Egy olyan történelemmel a hátunk mögött, mint amit mindannyian ismerünk, ez nem becsületes megoldás. Ezért én azt mondtam Józsi bácsinak, így fogom őt szólítani itt még ma, hogyha beszélgetünk. Mert hozzám képest, az akkori hozzám képest Béres József Józsi bácsi volt. Én azt mondtam neki, Józsi bácsi, én elhiszem, amit te mondasz, és kételkedem is mindabban, amit mondasz. A saját szememmel akarok meggyőződni arról, hogy kiken tudtál segíteni, valóban tudtál-e segíteni valakin, de ha nem tudtál, akkor én azt is be fogom mutatni, mert én nekem nincs jogosítványom tudományos kérdésben állást foglalni, de talán arra van jogosítványom, hogy az előítéletek ellenében valamilyen igazságot próbáljak keresni. Mert ez az élet természetes logikája. Azt mondta, hogy jó van, Feri. Nagyon szépen megköszönöm. És ő azt megértette, hogyha én találok elegendő bizonyítékot ennek az ő találmányának az igazolására, tehát hogy ez jótékony hatással van, akkor az ő életét megmentheti, vagyis hogy nem zárják börtönbe. Nincs más egyensúlyi lehetősége, nem volt. Itt nem arról van szó, hogy mennyit fizet egy ügyvédnek, mert az ügyvéd nem tud mit csinálni, ha nincs pozitív bizonyíték. Ezt azért mesélem el ilyen részletesen, mert én magam sem tudtam, hogy mi lesz ennek a vége. Hogy valóban most akkor egy hatékony szerről van szó, mire hatékony, mennyiben hatékony, mert hát elindultam először ott Szabolcs megyében, ami az én szülőföldem is egyébként, de egy valami hajtott engem, és ezt meg fogják érteni. Amikor elkezdtem keresni, hogy kik kaptak gyógyszert Béres Józsi bácsitól, akkor észrevettem, hogy a nép védi őt. Nem adják ki a nevét. Elkezdte védelmezni, mint egy betyárt. Tudod, hogy ő a miénk. Tehát, hogy az, igen, azt nem. Hogy miért kérdezi maga. És így tovább. És akkor úgy megértették, hogy én nem egy ellenség vagyok, vagy egy ellenfel, és nem bántani akarok senkit, és pláne nem Béres Józsefet. Tehát észrevettem, hogy a szegény emberek között, a szabolcsi, nagyon szegény, nagyon kiszolgáltatott emberek között működött egy igen erős szolidaritás. Tehát egy olyan erős szolidaritás, mint ami ritka a magyar történelemben. Mert általában mindig akad valaki, aki a másikat így vagy úgy, ezt tudjuk, talán elárulja. Itt azonban nem akadt. És akkor kezdtem arról meggyőződni, hogy Béres József nem hazudott nekem, hanem ő igazat mondott az ő saját olyan, amilyen szerény tapasztalatairól. Ez azonban nem helyettesítheti a tudományos megismerést és a tudományos megítélést. De arra alkalmas volt két dologra, hogy megmentsük Béres Józsi bácsit a börtöntől, és ha pedig ez a gyógyszer úgy használ, hogy nem árt, akkor viszont emberi életeket menthetünk. És minden perc drága, mert minden ember élet drága. Tehát itt mondtam is András neked, hogy ennél filmnél ne valamilyen művészi akármit várjanak. Ez nem ilyen. Ez egy közvetlen segítség. Ez olyan, mint hogy megyünk az országúton, és történik egy baleset, és akkor az ember oda megy, és hát hiába nem orvos, meg hiába próbál segíteni, mert hát emberek vagyunk, és,
És hogyha ott látja, hogy valaki bajba került, akkor kötelességének érzi, erkölcsi kötelességének. Nem, hogy művészileg, nem tudom én, mit csináljon az illetővel, hanem, hogy segítsen. Ez egy ilyen különös film. Nagy türelmet igényelt, és teljes alázatot az elkészítése. És teljes bizalmat, mert Pozsgai Imre, mint miniszter, kérdezte tőlem, hogy és mi lesz ennek a vége, és mondtam, nem tudom. De mi lesz akkor, hogyha ezért? Hát majd meglátjuk. De hát mi lesz az orvostársadalommal? Hát akármi lesz, mindegy, nézzük meg, hogy van-e ebben valami, vagy nincs. Feli, most kell majd néhány szót szólnunk arról, hogy mit fognak most látni a kedves közönség. De előbb azért még a filmkészítésről és a film sajsáról néhány összefoglaló szót, ha tudnám mondani. Igen. Tehát ugye nagyon hosszú, nagyon sok anyagot vettetek föl, igen, és utána ezt te összeállítottad, és akkor mi történt? Körülbelül egy háromnegyed évig forgattunk illegálisan, úgyhogy senkinek nem nyilatkoztunk. Párhuzamosan a Balczó filmmel forgattuk, és a Balczó film címe a Küldetés volt, és a Küldetés csapóval forgattuk a Béres filmet, és senkinek nem mondtuk el, hogy ez nem a Balczó filmhez tartozik. És mert nem akartunk hibázni. Tehát vigyázni kell egy gyógyszerrel, hogy nehogy hisztériát keltsünk, mert éreztünk olyan hangulatokat, hogy kórházakból százával megszöktek az emberek. Miközben mi forgattunk, pedig mi egy szót se szóltunk, csak terjedt a híre, hogy nem a toxikus gyógyszertől gyógyultak meg, hanem valami egészen mástól. Tudnék mondani példákat, stb. Tehát például volt egy példa, ezt még elmondom, hogy egy kórházban, ahol nagyon súlyos betegek voltak, és mind 11-en voltak. Mindenki ugyanazt a gyógyszert kapta. Na most, 10 meghaltak. A 11. azonban megmutatta nekem, hogy egy szemet nem vett be abból a gyógyszerből, amit kapott a kórházból, hanem ő Kisvárdáról szerezte a béres cseppet. Ő maradt egyedül életben. Na most ezzel elgondolkodtunk, hogy hát hogy van a másik 10, akkor miért halt meg? És ő miért nem halt meg? De ez nem azt jelenti, hogy most én állítom, hogy ez egy kész gyógyszer, vagy ne értsétek félre, mert nem erről van szó. Na most mikor forgattunk, akkor tehát azzal a felelősséggel kellett forgatni, hogy nekem figyelnem kellett először felkutatni az embereket, és hogy a beszámolójuk hiteles legyen. Ezért is nincs megvágva a film. Eleinte ez a film több mint 10 órás volt, és én ezt a körülbelül 11 órás változatot levetítettem a filmgyár vetítőjében egy vasárnapi napon, 1976. november 21-én. Azért tudom, ilyen pontosan egy vasárnapi nap volt, az volt az én születésnapom, és akkor levetítettem. Ott volt I.S. Gyula bácsi, Nagy László, Déri Tibor, Jancsó Miki, tehát a barátaim, filmes, író, költő barátaim. És mondtam nekik, hogy figyeljetek ide, én nekem ennyire tellett az erőmből. Most itt van valami, és segítsetek, hogy valahogyan jussunk előbbre, derüljön ki az igazság. Na most, ott volt 3 onkológus professzor, akik körülbelül olyan 5-6 órát néztek ebből a filmből, és utána fölálltak, hogy ők ezt nem nézik tovább, mert ha ebből egyetlen jelenet nyilvánosságra kerül, akkor az onkológiákról megszöknek a betegek. És ez beláthatatlan következményekkel járna. Nem rossz indulatú emberek voltak. De azt mondták, hogy hát ez lehetetlen. Hát ilyen nincs, hogy egy kis faluban azt mondja valaki, hogy ő jól érzi magát, noha menthetetlen volt. Hát akkor ő... Szóval... Na most
Viszont nekem erőt adott az, hogy a filmet az abszolút hiteles volt, és tisztességes, és semmiféle manipuláció nem volt benne, és hát én azt hittem, hogy majd ezek az én barátaim, vagy hát kedves ismerőseim, majd fognak segíteni, hogy a politika segítsen abban, hogy ezt a gyógyszert, vagy ezt a készítményt, mert nem lehet gyógyszernek nevezni, kipróbálják klinikailag. Azonban a három onkológus professzor eltűnt onnan a vetítésről, meg is mondták, hogy ők ezt nem nézik tovább, mert szóval itt ennek beláthatatlan következményei lehetnek. Úgyhogy épp, hogy véget ért a film, már kiszállt a minisztériumból két erős ember, és a filmet elvitték a filmgyárból. Az összes dobozát, úgy a gépházból, ahogy lement a vetítés, elvitték. Elkobozták. És egy páncélszekrénybe bezárták. Én ezt a filmet, én magam 10 évig nem nézhettem meg. Én se. Pedig hát én tudtam kívülről. Tehát ilyen furcsa helyzet volt. És én nem akarok senkit oktalanul bántani. Nem olyan egyszerű volt a helyzet, hogy már a hatalom hülye volt, meg diktatúra, meg nem. Bonyolult kérdés ez, emberi életekről lévén szó, és egy rendkívüli helyzet is volt. Csak azt akarom ezzel jelezni, hogy az a 10 év iszonyú nehéz volt számunkra, mindannyiunk számára, elsősorban az én számomra, mert hát akkor kerültem én a tűrhetetlen kategóriába, mert hát az volt ellenem a politikai vád, hogy én egy közönséges kuruzsló mellé állok, és tehát mindenféle nem tudományos alapon próbálom bizonyítani, hogy ő nem is egy kuruzsló, hanem egy gondolkodó ember. És hogyan úszta meg a börtön? Tehát mi lett ezzel a kuruzslás váltal? Az lett, hogy ezt a filmet akkor Nagy László barátom is látta. Költő? A költő Nagy László. És elhatározta, hogy ő az ügy mellé áll. Részben az én védelmemben is, mert nagyon az erőm végén voltam, és amikor elkobozták, akkor azt mondta, hogy hát Feri, jó van, eddig te megcsináltad a dokumentációt, most én látom, hogy miről van szó, és megpróbálok én harcolni. És az ő teljes erkölcsi súlyával és tekintélyével próbált engem mentesíteni a terheléstől, és készített velem egy interjút. És ezt az Élet és Irodalomban akarta megjelentetni 1976 karácsonyán, a karácsonyi számban. És ott is volt a korrektúránál, és minden úgy volt, hogy karácsonyra ez jelenik. Megjelenik ez az interjú, amelyikben körülbelül ilyesmi volt leírva, mint amit, vagy elmondva, mint amit most én itt meséltem. És Nagy László jött föl hozzánk, hozott egy üveg bort, és mondta, na Ferenc, holnap reggel megjelenik, és megvédtünk egy embert. És megvédtünk sok embert, akinek esetleg az életén ezt tudna enyhíteni. Mert nagyon sok ember van ám, sok százezer ember, akiről az orvostudomány lemondott. És hát, ha mégse kellene lemondania az életükről. Tehát itt közvetlenül éltük meg, nem a művészetet, András, nem. Hanem egy orvos, hogyha meggyógyít valakit, az érzi, hogy ő azon segített, azon a másik emberen. Egy filmesnek igen ritkán adatik meg, hogy ezt átéli és érzi. Ez egy ilyen film. Ez erről szól. A film ilyesmire is használható. Na és
sajnos az élet és irodalom számod bezúzták. Reggel szaladtam én is, hogy megvásárolom, de hiába este 10 órakor még minden rendben volt, éjjel jött a parancs, hogy bezúzni, egy szót nem lehet írni, csak azt lehet írni, hogy ez kuruzslás és hogy bűncselekmény. De számomra lelkileg Nagy László, akit talán a legközelebbi barátomnak éreztem, az ő segítsége, az erkölcsi segítsége igen sokat jelentett. Na, tehát nem jelenhetett meg róla híradás, de már letagadhatatlanná vált a dolog, mert I. és Gyula, Déri Tibor bácsi, stb. Tehát Jancsó Miki, tehát gondosan kiválogattam én azt a 15-20 embert, akinek megmutattam. És a hatalom hiába minden az ő kezében volt, nem nagyon engedhette meg magának, hogy mindenkivel szembe menjen. Mert amikor ő is azt mondta, hogy itt figyeljetek ide, itt valamire oda kell figyelni. Itt emberek vannak, emberi életek, és ez túl van a politikán, és valami másról lenne szó. Mert akkor még azt hittük, hogy ha mi egy humánusabb utat nyitunk a magyar filmművészetben, akkor az humánusabb lesz a magyar politikában is. Tehát nem túlságosan sokat reménykedtünk, de az, hogy bele se nézzenek a távcsőbe, hanem csak mágiára küldjék, ez azért nem. Tehát ezt nem tudtuk elfogadni sehogyan sem, mert nem lehetett. Ebben a filmben nincs ilyen értelemben semmiféle politika, de csak politika van benne. Amennyiben az emberi életek védelme az politika, akkor ez ilyen szempontból politika. Nem önértelemben, hogy ki milyen pártra szavaz, vagy nem szavaz, mert ez nem fontos. Ha jól értem, akkor ezek szerint végül Bélesi József ellen nem emeltek vádat. Felfüggesztették a vádat. És mi pedig tartottuk a kapcsolatokat 10 éven át a betegeinkkel. Most már így mondom, mert tehát, hogyha egy kis faluban én megtaláltam a Mari nénit, meg a Pista bácsit, akkor én lejártam hozzájuk, hogy na és akkor hogy vannak. És éreztem, hogy itt nem pillanatnyi eredményekről van szó, hanem sokkal komolyabb lehetőségről van szó. És hogyan változott meg a helyzet, hogy akkor a 80-as évek közepén végül mégiscsak ki lehetett hozni a filmet? Na most hát érlelődött a rendszerváltás. És amikor elhárult a harmadik világháború veszélye, amikor Izlandon kijelentették Gorbacsov és Reagan elnök, hogy a harmadik világháborúnak nem lehet győztese, és akkor már látszott, hogy ez a magát posztálini vagy szocialista, kvázi szocialistának nevező rendszer, ez elvesztette a harmadik világháborút. És már nincs erkölcsi ereje ahhoz, hogy ezt az álláspontot képviselje, hogy nem néz bele a távcsőbe. Akkor már lazultak az állapotok, és hát nem ennek a filmnek köszönhetően, de hát látjátok, a térségben is sok helyen lazultak az állapotok, és akkor újra felvetettem a kérdést, hogy várjatok, eltelt 10 év, én valahogy kibírtam. De keressünk meg néhány embert, akik 10 éve a halálukon voltak. Nézzük meg, hogy ki az, aki él még, ki az, aki nem él az élet rendje szerint. Hogy járjunk utána. És az se baj, ha nem mutatjátok be, nem mutatjátok be, de hadd csinálhassam, hadd fejezhessem be 10 év múlva ezt a filmet. Na, tehát bocsánat, hogy ilyen részletesen beszélek ennek a filmnek a körülményeiről, de itt a körülmények is fontosak. Hogy mondjam, akkor vert helyzetből mégiscsak megpróbáltunk valahogy segíteni a legelesettebb embereken, a szó szoros értelmében segíteni. Na most hát
A filmet azért nem vághattam meg, mert minden snitnek dokumentum értéke van. Tehát ráálltam valakire, hogy tessék, mondja el Józsi bácsi, Pista bácsi, hogy hogy történt. Na most ő beszél. Hogyha én belevágok a film montázs elmélet szerint, akkor az nem minősül dokumentumnak. Mert hát jó, hát persze kivetted belőle azt, amikor ő éppen egy kicsit jobban érezte magát, stb. Tehát, hogy lehessen látni, hogy ő maga hitelese, igazat mond-e, nem mond-e igazat. Tehát itt igazán az a helyzet állt elő, hogy én magam is rá kellett, hogy döbbenjek, hogy van fontosabb dolog a művészetnél, és az, hogy hiteles dokumentum legyen, mert ember életekkel nem lehet játszani, semmilyen értelemben. Na, tehát, száz szónak is egy a vége. Ez a film türelmet igényel. És az a magyar filmnek egy egészen kivételes pillanata, amikor ennyire életre, halálra ment a játék. És nem jelképesen, hanem világosan és egyértelműen. De végül azért mégis valahogy a józanész kerekedett fölül. Azok, akik ellene voltak, amikor a filmet 10 év után kiegészítve megnézték, akkor elismerték, hogy itt egy olyan kutatási irányról van szó, amelyik úgy akar segíteni az embereken, hogy közben nem árt. Az orvostudományban van egy egyensúlyrendszer, hogy igaz, hogy ez nagyon jól használ, ez a szer, de sajnos ilyen és ilyen mellékhatásai vannak. A Béres Józsi bácsi útja az nem ez volt. Az volt az útja, hogy úgy próbálni segíteni a természettel összhangban, hogy ne ártsunk. Ez ma már a természettudomány vagy a gyógyászat főiránya. De akkor még nem ez volt a főirány. Daganatos? Vágjuk meg, az a biztos. Kivágjuk, aztán ha megmarad, megmarad, ha nem marad, nem marad. Meg mit csináljunk? Adjunk neki sugárkezelést. Hát ha jó neki, jó, ha nem jó, nem jó. És itt egy másik gondolkodásról volt szó. Ennyi év után se mondhatom, hogy Béres József rátalálta nem tudom milyen fő csuda gyógyszerre. Nem erről van szó, hanem egy ösvényre. Elindult egy ösvényen. Ennyi van csak. Többet nem állít ez a film. De azt azért állítja, hogy embereknek nem ártott, és hogy jót akart, és hogy valamilyen más utat nyitott az ember és a természet kapcsolatrendszerében, mint ami szokás. Nem engedhettem meg magamnak, hogy belevágjak az anyagba. Tehát nem lehetett, mert akkor elveszíti a hitelét, a dokumentum értékét. Értik ezt, hogyha most ide leteszem a kamerát, és egy ember vall a maga fájdalmáról, stb. Az nem úgy van, hogy én azt össze-vissza vagdalom. Nem lehet. Tehát itt roppant tisztelettel és alázattal kellett viseltetni minden iránt. Ezért nézzük meg együtt, én se láttam már 25 éve, vagy nem tudom én mióta, és nézzük meg itt együtt, valameddig nézzük, én itt ülök, akár hogyha kell, még mondom is, mert kevesen vagyunk ahhoz, hogy zavarjon bárkit is. Meg fognak ismerni belőle egy kort. Egy kort, amikor egy olyan társadalmi, politikai konstrukcióban éltünk, amelyik nem volt tekintettel az emberi életre. És akkor teljesen, tehát összeállt a filmszakma, és nem csak a filmszakma, hanem a magyar irodalom, a költészet. Hát összeálltunk, hogy ezt próbáljuk meg valahogyan emberivé változtatni. Na hát ez egy ilyen természetű
film, kérem a türelmüket. De érdemes belenézni, mert sok mindent meg fognak érteni belőle. Köszönjük szépen! Azt gondoltam, hogy én most abba hagyom egy darabig a filmezést, és inkább a közélettel foglalkozok, és megpróbálok valamit csinálni, hogy ebben az országban emberibb élet legyen. És mivel demokratikus átalakulás volt, erősebb lett bennem az országon való segítés vágya, mint az úgynevezett művészet szolgálata. De ezt ne tekintsék árulásnak, vagy gyávaságnak. Ez nem. Van így, hogy az ember egyszer csak elbizonytalanodik, hogy mivel használ többet, vagy hogyan lesz tisztességesebb. Nem mások megítélése miatt, de ha már megkérdezted, én akkor megálltam. Szembe kellene nézni ezzel az egész 25 évvel, úgy, ahogy van, a mi mostani életünkkel. Ezzel kéne foglalkozni. Legalábbis nekem. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál és ezeket elmondtad, és reméljük, hogy azért lesz még Kósa Ferenc film. Köszönjük jó, szépen. Hát én mindesetre köszönöm a türelmüket, és köszönöm, hogy megnézték. Láttak egy ilyen furcsaságot is, egy furcsa filmet, ahol ismét hangsúlyozom, az emberi élet tisztelete és az emberi élet őrzése volt a fő kérdés. Ennyi. Ez lehet, hogy kevesebb, mint művészet, de lehet, hogy több is. Köszönöm. Ugye. Neked is köszönöm, András.